A gyermekvállalás serkentő intézkedéseket július 1-től kezdik el alkalmazni. Ennek értelmében a harmadik gyermek után havi 12 ezer dinárt, a negyedik gyerkőc után pedig havi 18 ezer dinárt kapnak a szülők 10 éven keresztül. A pénzügyi támogatásra azok a szülők jogosultak, akiknek az idén született a harmadik vagy a negyedik gyermeke. A szabadkai Gogolák családnak 6 hete született meg a harmadik gyermeke. Az 5 éves Ádám és a 4 esztendős Ida ott jártunkkor oviban volt, édesanyjuk Gogolák Bencsik Nóra pedig a család legifjabb tagjával, Katával volt elfoglalva. Hallotta július 1-től életbe lépő hosszú távú családtámogatási rendszerről. Minden jól jön. Tulajdonképpen azért elég sok kiadás van egy kisbabával. Pelenka, ugye utána jön a kaja, amit kell neki venni, kis ruhák erre-arra, úgyhogy a kiadásokban mindenféleképpen segít, és minden jól jön, amit csak kapunk. Elmondása szerint azonban a szülőket semmiképpen sem csak az anyagi támogatás kell, hogy gyermekvállalásra ösztönözze. A legfontosabb a motiváció, hogy valaki nagy családos legyen, ami külön örömet és szépséget jelent. A harmadik és negyedik gyermekért járó támogatás pedig a szülők anyagi megterhelésén enyhít, tette hozzá a fiatal anyuka. Kunyi Farkas Klaudia, a Szabadkai Anahitasz Egyesület elnöke kismama tornát tart a várandós ifjú hölgyeknek. Az utóbbi időben egyre több a munkája. Mostanában több a várandós kismama, hála a jó Istennek. Többen vállalnak gyereket, és ahogy így beszélgetünk ugye a foglalkozások és a kismama torna során, elmondásuk alapján vállalnának még második és harmadik gyereket is, ami viszont nagyon jó hír. A gyermekvállalást ösztönző intézkedések alapján folyósított támogatások a szakember szerint is pozitív eredményt hozhatnak, hogy minél több gyermek szülessen. Slavica Gyukics Dejanovic népesedéspolitikával megbízott szerb tárca nélküli miniszter kiemelte, ezek az intézkedések közvetlenül enyhítik a harmadik és negyedik gyermek felnevelésének gazdasági vonatkozásait. Jer je za period do 10. godine za svaki mesec predviđena suma novca od 12.000 za svako treće dete i 18 za svako četvrto, te ako majka u bliskom vremenskom periodu rodi i treće i četvrto dete, ona će, porodica će imati 30.000 da bi standard života trećeg i četvrtog deteta bio kao i dece koja su ranije rođena. Az ösztönző intézkedések egyike az is, miszerint azok a nők, akik mesterséges megtermékenyítés által hozták világra első gyermeküket, a második gyerek megszületése érdekében további 3 próbálkozásra jogosultak 42 éves korukig az állam költségén.